Szerettem volna egy lelki élményt megélni, illetve élményekkel gazdagodva hazamenni, és a pápával is találkozni nem utolsó sorban. Ez egy isteni sugallat, hogy mi egy ajándékot is kaptunk, hogy eljöhetünk ide és részvehetünk ezen a programon, és a legjobb barátnőim kísérnek el, ezért igazából nem volt választásom, mert ha együtt vagyunk, akkor az bárhol jó, bármilyen környezet. Már most nem fogom tudni elfelejteni, és szerintem soha. Meg most vagyok úgymond ifjú, az ifjúsági találkozón, szóval igen, és várok egy olyan indítatást, hogy még igazából nem tudom, hogy mi leszek, és hogy itt talán eldől, hogy melyik út, van két út, és hogy abból melyiket kellene választanom. The possibility of getting in touch with my religious part, let's say, and meeting the Pope. Into this life we're born. Baby, sometimes. Az iskolába hirdették, és megtetszett nagyon, ahogy bemutatták, és kedvet kaptam hozzá, hogy akkor most felkerekedik is eljövök. Nagyon örülök, hogy itt vagyok, hatalmas élmény. Nagyon tetszik az, hogy ennyien vagyunk, és hogy mindenféle országból. Kicsi, mit üzensz a Nyári Daninak, Rohonci Gergőnek, Herten Bencének, Hektú testvéreknek? Be vannak farsóval. Hát csak annyit üzenek nekik, hogy nem tudják, hogy milyen élményt hagytak ki. Hát szóval nagyon jó itt kint lenni. Be vannak farsóval. El kellett volna jönni, mert ilyen élmény nem lesz még egyszer. Az az egész, hogy ugye a pápát azt tévében lehet csak látni szinte, de most így élőben sokkal jobb. Tehát, hogy így fura nekünk így mezesieknek, hogy ez egy jó dolog, hogy láthatjuk őt. Igen, amikor személyesen élőben láttam a pápát, amikor elment az autóval és áldásodott mindenkinek, az megfogott nagyon. Miért? Nem is tudom igazából. Nagyon vártam már ezt a találkozás látványt, és hát meglepődtem, mert nem olyan volt, ahogy elképzeltem. Kicsit gyorsabban ment az autó, de nagyon szépen mosolygott a pápa, nagyon tetszett, nagyon. Annyira kilátástalan sokszor a fiataloknak az élete, amit ők látnak belőle. Annyira nem tudnak örülni semminek, annyira boldogtalanok sokszor. És most én abban szeretnék segíteni nekik, hogy van remény. Van remény is mindig az újrakezdésre, van remény fölállni ebből az egész bődült, őrült világból, és a Jóisten mindig megbocsájt, és lehet vele mindig újrakezdeni az életed. I've been doing my best, I'll see you soon. Istenbe hinni kell. Hát, mert ő létezik. Aztán honnan tudod? Hát érzésekből, segítségekből, ezekből tudom, hogy létezik. És ezért is jöttem el, hogy még közelebb kerüljek hozzá. Van egy olyan feelingje az egésznek, amit nem nagyon lehet leírni, és nagyon jó. Amikor rengetegen mentek az utcán, és együtt énekeltek, és az egy ilyen leírhatatlan gyakorlatilag. És lepacsizni vagy 2000 különböző emberrel, akiket nem ismersz, de mosolyognak rád, megtanítasz nekik egy pár szót magyarul. Nagyon jó dolog. Nekem ugye a közösségnek ugye a szellemnek az ereje úgy nagyon-nagyon megfogott. Úgyhogy én nagyon örültem neki, hogy sok mindenkivel tudtunk találkozni, új kapcsolatok születhettek, barátságok. Nekem nagyon sokat segített így lelkileg az egész. In a telescope lens, and when all you want is friends, I'll see you soon. Nagy élmények kellenek, olyan élmény, ami így megüti, vagy ah, és ez a ah élmény, ez az, amit itt megkaptak, remélem szerint a hatalmas tömeg, a világ számos pontjára érkező zarándok,
a hatalmas vonulás, amikor mentünk a utcáin, a tömegélmény, és az, hogy ezek az emberek mind egy irányba tekintettek. A szabadtéri oltár felé, Krisztus arcára, Jézus szemébe néztek, együtt örjöngtünk a pápának, nem tudok más szót találni erre is. És ez az, ami azt mondja, hogy talán ez jobb, mint egy világi fesztivál, ami csak esetleg csak az ivászatról szól. Ott is lehet nagy élmény, de azok csak egy ideig tartanak. Ennek ez tovább ki fog tartani. Don't break your back if you ever say this, but don't answer that. Amikor így egy kicsit az ember Istenhez közelebb kerül, akkor mindig átértékeli a saját életét és a hangsúlyokat, hogy mi a fontos és mi nem. Talán egy kicsit arra jó nekem, hogy kevésbé felejtem el azt, hogy mi is az, ami valójában fontos az életben. Talán közvetlenebb lettem az emberek felé, meg magabiztosságot adott főleg, meg kicsit jobban, talán jobban bízok az emberekben, meg magamban is. Talán türelmesebb lettem, mert mindenhol sorba kellett állni és várni, és tömeg volt, és normál helyzetben szerintem már rég felbohoztam volna mindenkit. De itt valahogy kicsit próbáltam lenyugodni, és talán ezt tovább is tudom vinni. Én úgy gondolom, hogy eddig is nyitott voltam, de az, hogy így bárkihez oda mész, és látod, hogy veled egykorú, idősebb, fiatalabb, teljesen mindegy, de megtalálod vele a közös szót, és a közös hangot, és úgy gondolom, hogy ezek után talán ez így könnyebb lesz, vagy egyértelmű. És hogyha ez sikerül nekik most megtapasztalni, és azt mondani, hogy nem adom föl, és akkor sem adom, az ördög nyerjen, nem ronthatja el az autómat, nem baj, ha leszakad az ég, nem baj, ha lezárjak minden utat, mi akkor is boldogok vagyunk. És hogyha ezt fogják hazavinni, és új emberként új szívet hazavisznek, akkor nem csak 400, hanem a családjaik, a szeretteikre is remélem szerint átragad ez az üzenet, ez az irgalmasság üzenete.